Villámárvizekről készültek ezek a korábbi felvételek, amik a pécsi belvárost öntötték el. A mecsek felől lezúduló csapadékvíz elvezetését nem tudta kellő gyorsasággal elvezetni a rendszer. Ezen most javít az a beruházás, amivel a Veresendre utcában találkozhatnak a közlekedők. Jóval nagyobb átmérőjű csapadékvíz elvezető rendszer került kiépítésre, és ezzel is biztosítva az elöntés a villámárvizeknek a megszüntetését. Illetve még egy, ami látszó majd, ugye az önkormányzatunk a korábbi közgyűlésen elfogadta egy bizonyos módosítást, ami által a Veresendre utcának a teljes utc szélessége új aszfaltburkolatot fog kapni. Ez a plusz igény, úgymond felmerült igény, a projektben 100%-ban is elszámolható lesz. A beruházás nagy része a föld alatt lesz kiépítve. A csapadékvíz elvezetése mellett a víz- és szennyvízhálózat is korszerűsítésre kerül. 614 millió forint nettó vállalkozási szerződésről beszélünk, közel 400 millió forint a csapadékvíz része, ugye 100%-ba támogatható, és 130 millió forint a tetyeforrásház rekonstrukciós munkái. Igazából ez egy főgyűjtő, egy 1-0-0-ás nevezett főgyűjtőről beszélünk, ami a teljes mecsek oldalnak az utolsó befogadója, elvezetése és a befogadója ugye az új fizesárak, amit bekötünk. Ugye készült a befogadó előtt 2x25 köbméteres víztározó. Ezekbe kerül az összegyűjtött csapadékvíz a füzesdűlőnél, amit a növények öntözésére használhat a pécsi városüzemeltetési cég a közterületeken. Jelenleg 75%-ban elkészült a bruttó 754 millió forintos projekt. A végső befejezést május végére ígérik a kivitelezők.